Hello. Elvileg most jók vagyunk. Ezt mindjárt megnézzük. Egyébként amikor a háttérbe beragad az OBS, tehát olyan, mint a futna, de közben nem fut. Egyébként azt vettem észre, hogy hostolás, rédelés után csinál ilyet. Úgyhogy simán lehet valami ilyen bug. Most elvileg működni fog. Így is van. Az is működik, illetve az alertek is működnek. Elvileg. De ezt is megnézzük. Működik. Jó. This is a test. This is a test. Így van. Szóval van ilyen bug. Ha valaki esetleg hasonlóba belefut, ajánlom figyelmébe a feladatkezelőt, és annak feladatkezelő belüli OBS. Tehát ha be van zárva az OBS, és ott még ha fut, akkor be kell zárni. Na, hello. Hello mindenkinek, minden szupi. Most már működik minden is. Néha előfordul ilyen. De elvileg most már minden faszányos lesz. Legalábbis remélem. Na. Szóval még egyszer ül mindenkinek. Gyilkosség a hello. Legalábbis remélem, hogy csak te köszöntél. Hát téged láttalak. Szóval Type csapó 46. Próbálkozzunk a mai nap is vele. Hát ha működik. Mármint a játék. És kedves lesz, és haladunk. Meg ilyenek. Na, most meg jó, oké. Mindegy, addig elindítom a meccset. Nagyon gyorsan kiugrok, mert kinagytam az innivalón. Mindjárt jövök, közben elindítom a meccset. Nem az én napom. Na mindegy, majd döntök utána. Hol vagyok? Mi van? Gletscher? Hogy tehet a vasárnap, emberek? Nézd meg valaki udvarol. A multikontó. Remélem mindenkinek jól telt a vasárnap. Egyébként mai naptól, ha valaki nem tudná, mantikorág akció, szóval ha valaki szemezgetett a brit lájtággal, akkor itt az idő kihúzni. Mivel most nem csak gyorsabban haladtok az ággal, hanem olcsóbban is meg tudjátok venni a tankokat. Szóval akár még mindenki boldog is lehet. Ezen lehetőséggel. Mai napom, hello, hello. Elfogadhatóan. Az akkor nem túl jó, nem túl rossz. Próbálom azért jelezni a lájtoknak, hogy
hogy Lightnak fönn, hogy azért a segünket majd azért óvja. Elengedsz? Át akarnék menni, köszi. Mi vagyunk a trollok. Kicsit hangos a játék, nem? Nálam hangos. Szia, Bence. Az új páncélzat. Örülnék neki, hogyha mondjuk a többiek így jönnének és így megindulnánk, és akkor ez a gyerek például nem állna ide. Mert most már kinézésre fogok tudni. Rossz lövés volt. Annyira jó, hogy a gyerek itt súrlódik. Örökön örökké be leszek kábítva. Szerintem a csapattársaim többször eltaláltak engem, mint bárki mást. Érdekes, a T25-öt Chains fotoltam. Fura. Szerintem nálam hangos volt a game. De így most jó, nem halk szerintem, ahogy elnézem. Mármint, hogy szerintem teljesen jó a hangerő most. Nem tudom, engem nem lő. A Challenger. Most már lát. Pont nem látok rá, hihetetlen. Hát mindegy, azt hiszem. Bár ez mindig kevés, nem tudom, hogy blind-ob volt-e, de... őszinte legyek, szerintem nem. Ma arra lőttem, mikor a Challenger ment szerintem ide hátra, és sebzés nem volt.
Hát nem. De ez mi pont annyira elég volt, hogy azért növekedjenek a dolgok itten. A Bence sikerül beállítgatni a dolgokat? Na, mit beszéltünk? Meg egy izét nyomjál rá. Egy stream, mi a Steam Protect-et, telefonost. Vagy telefonos lenne a legjobb, de egy e-mailes se rossz. Biztos ami ziher. Mármint a applikációs hitelesítő. E-mailes van? Hát az se rossz. Mondom, valószínűleg ez olyan, hogy valaki külön akuntot csinált rá. Tehát úgy vette meg, hogy akciós volt a játék, ugye egy teljesen új akuntra, és így adja el. Ugye ha Steamen veszed, amikor akciós, akkor nem kapsz kódot, hanem... Vagyis hát akkor is kapsz kódot, csak sokan nem tudják, hogy jár érte kód. Mert meg lehet nézni a termék kulcsot is az adott játéknak, de általában ugye a Steam ilyenkor rárakja az akuntra a játékot is, hát hogyha valaki ugye így izé, akkor azt csak így tudják eladni. Úgyhogy általában, hogyha valahonnan külsős oldalról veszed, vagy valami, akkor szokott kód lenni hozzá, nem tudom. Mondom, én régebben vettem a G2A-ról párszor, de... De akkor sima kódot kaptam. Az Emil2-nek már nem egyszer átlőni a tornyán. Szemből. Az Emil1-nek át lehetne, bár ahhoz is kell a jócskán erős gold átütés. Nem adja be. Jó van, Bence, csinálgassa csak. És én azt miért nem látom? 1, 2, hol van a hatodik érzékjelzés? 3, te vagy az én párom. De bazd meg, miért nem? Á, faszom. És itt hagyja izé T10. És a vézi az eljött utánam. Jó, ez annyi volt, srácok, nullás kör. Hála a T10 barátomnak. A T10, akinek jeleztem, hogy ott a srác, és nem maradt itt segíteni. Hanem hagyta, hogy megdögöljünk. A vézi meg eljött utánam. Látta, hogy én elfordultam, a vézi eljött. Tehát a Waze az eljött onnan, ahol ugye áttolták a többiek. Vagyis hát nem tolták még át. Simán utánam jött. De itt a csapat is egy hulladék volt, szóval igazából mindegy, addig megyünk másikkal. Kicsit zavaró, ha nincs csapat. Meg aki van is körülötted, az is inkább menekül és a saját bőrét menti. Jó, persze nem azt mondom, hogy az én bőrömet mentse. Csak segítsem. Mármint hogy.
Mert én ugyanúgy figyeltem, hogy ő be tudjon menni fedezékbe, viszont az, hogy az embert ott hagyja. Letolt gatyával. Ott hát tudtam volna menni, az jobb lett volna, bár... Tök miért. Tudtam, hogy ott az object. Csak én erre számítottam, hogy akik hátul kempelnek, azok le fogják tartani a kinéz. Nem, természetesen előre jöttek és nem foglalkoztak vele. Az a baj, én mindig azt hiszem, mindig a legjobbat feltételezem az emberekből. Nem kéne. Nem éri meg. Hanno, hello. Üdv. De rohadt pontatlan volt most ez. És megint nem jön erre senki. Én nem értem ezt. Ez egy új meta, hogy megállunk itt, meghalunk és ennyi. Ez valami új meta, nem? Leanderhun, hello. Kránvágának átadom a helyet, hogy tudja a tornyát használni. Hát a hasznosabb úgy. Van ott más, aki meglátott. Nem az AMX volt. Ebben szinte biztos vagyok. De lehet, hogy ő volt. Én spotoltam, akkor simán lehet. Lehet, hogy nagyon más nem fog erőni, ez viszont itt maradnék. Egy, mert az E50 nem... nem pusol. Kettő, erről az oldalról még mindig tudnak pusolni, és nem pusolnak. Akkor viszont én a kránvágent itt hagyom. Ezt szerintem a kránvágen megoldja. Ha minden jól megy. Egyelőre az EU csőlátásban van, nem vett észre, hogy itt vagyok. Most vett észre, hogy itt vagyok. Csőlátás.
Kránvágán meglepi. Ez teljesen jó taktika volt így. Krám, tudtam, hogy akkor, mikor már itt megjelentek, hogy már csak az AMX van ott, tehát ezt a Kránvágán megoldja. Mikor megláttam a Scorpiont, akkor tudtam, hogy a Kránvágán mögé megy, etc. etc. Na, csak most már vissza kéne menni a kezdőre. Tehát mindegy, ott a Leopard meg ezek. Csak megoldják. A Leopard nem. Én hiába mennék erre vissza ugyanannyi idő kb. És mindenki menekül, vágod? A Leopard miért menekül? Ó, hogy a száraz lélek jöjjön rá. Az ilyenre, aki a leggyorsabb, az meg. Most picsi, miért nem? De, Istenem. Ekkor egy retardált klingonokat bazd meg. Konkrétan a Leopard elbukta a meccset. A Leopard nem tudom mit csinált ott, mire várt. A Leopard ebből a pozícióból jött el ide. Minek? Miért nem fordult vissza és próbált meg rezetelni? Istenem. Ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy vajon mi járhat a fejükbe. Annyira látnám ilyenkor, hogy mind gondolkodnak. Hogy mi jár a fejükbe ezeknél a döntéseknél. Horda Vilkov, az. Na jó, hát konkrétan a T-54, illetve a Leopard, aki elvesztette a meccset. Két hópely, nem akarom mondani, de hát ja, ez már csak ilyen. Sajna. Correctus, hello. Jó van, Benca. Akkor lényeg, hogy működik, csak működjön is. Az a gyerek az ötször visszaért volna rezetelni. Meg a T-54 is. Csak nem akartak, fontosabb volt nézni a hidat. Kár erre jönnöm. Másik irányba is. De ezzel a tankkal, még ha ezt itt meg is toljuk, nem jutok előrébb majd. Sajnos. Pont nem látok el a Badger felett. Nem ütötte át a páncélt, értem. Oldalba ütöttem a 9-es ZTNH-t és nem ütöttem át a páncélt, értem. Jó.
Mind a két arti. Jól érzem? Jól érzem. Remek. Természetesen ugye mások átütötték, csak én nem. Azonnal a Morek. Persze, hogy azonnal a Morek. VK meg keresztben néz ki. Ez tök jó, csak 8-0 és van 1300 damage-em. Többet vesztek mindjárt ezzel a körrel, hiába nyerünk. Konkrétan. Hát ez se jó, a túl jó a csapat. Márpedig itt most az történik, hogy túl jó a csapat. Föl se bírok nézni. Csak most értem föl. Na? Ebben max egy lövés. Így nem hatolnak közben. Hát bazd meg. Köszönöm szépen, hombre. Tényleg. Lekötelezzel. Senkit nem látni. Ilyenkor nagyon rossz a tájpal lenni. Se assist, semmi. Bocs, 60 assist. Senkire nem látok rá. Úristen, 450 damás. Most bemegyünk 88% alá fogunk bemenni. Úgyhogy tegnap 90 fölött voltunk. És mondom még egyszer, most nem az a probléma, hogy túl jó a csapat, egyszerűen... Vagyis hát... Nem az, mint tegnap, hogy szar a csapat, hanem most túl jók a csapatok. Főleg ez. Tehát, hogy így ez se jó. Sajnos az ember, vagy úgy tűnhet, mint az embernek soha semmi nem lenne jó. De higgyétek el nekem, hogy semmi nem jó. Abba, hogyha 15-3-ra... nyertek, és így letoljátok a csapatot, és egy tájpol vagytok, mert kurva lassú. És lemaradtok mindenről. A jobbnál jobb pályák. Erre íze kéne ilyen tripla, dupla turbo charge-en. Tehát hogy elindulok és már ott vagyok, ahol kell. Olyan kéne. Ugye az EBR még föl se fogja, hogy hol vagyok. Olyan gyorsnak kéne lenni a type-nak.
Már rég a zenemi bázison kéne legyek. Az lenne az igazi. Teleport, az. Mint a izébe volt a VT eventen. Rányomnám, és akkor és ott lennék. Ott lennék a zenemi bázison. Azok meg így vándorolnának, a segbe lehetne őket lőni. De jó is lenne. Ehelyett közlekedek. Érted? Van, akit már lőnek. Ez az. Elértünk a domb aljára. Nem akarok vészjósó lenni, de szerintem az a C57 Heavy az új rip. Hát, az kupakon ellőni. De Conqueror nem tudom miért ment oda annyira előre. Azok ketten fognak engem szupportálni? Oké. Az jó szupport lesz. Amúgy észreveszitek azt, hogy nulla asszisztom van? Mármint, hogy ezek szerint én ebből semmit nem spotoltam. De a lényeg, nézzétek meg, ez itt a lényeg. Ez. Mármint, hogy a fél csapata a mező közepén veri a répánszkit. Sundor, hello. Lehet, hogy ma se lesz type nap. Csak nem tudom, milyen nap lesz ma. Megint kreditet farmolós nap. Nincs kedvem kreditet farmolni már megint. Pedig kéne, de nem. Mármint, hogy nem. Nyomjam csak a type-ot? Miért roncsam le a izégem? Már ott van az a terved? Bence, gonosz vagy. Gonosz Bence. Boy, mo csinálsz-e? Milyen gyönyörű szó. Poemó csinálj szám, nem ráz mégis jó. Így eltütötték a tankot.
Egyből pörög a gold. Undik vagytok mind. Itt van hamburger. A mouse szembe. Szerintetek vesztünk vagy vesztünk? Van egy sanda gyanúm, hogy vesztünk. Ennyire kiláncolódott a felső lemez. Hát mondjuk ott igen, hogy én kilássak normálisan. De jó ír az, hogy elveszik a meccset. 100%-ra biztosra mondom itt. Kb. Méghozzá azért, mert nem nagyon lesz innen hova menni. Pont kijön elé. Érted? Nem az van, hogy tolat vagy valami, hanem kigurul elé bazd meg, hogy ne tudja mellőni ezt a kibaszott krámvágent. Ó, Istenem. Azért nem megyek előrébb, mert van egy sanda gyanúm, hogy itt is föl fognak jönni most már. És ezek annyira nem jön előre. Soha a csávó. Nézd meg. Mint aki tudja baznak, hogy figyelem. Pedig nem vagyok spoton. A srác azt tudja, hogy figyelem. A többi figyel meg, a többi ész nélkül megy. De a krámvágen azt tudja, hogy ott vagyok. Járt mondjuk golddal, nem csodálom. Mármint, hogy... hogy simán bárhol átütött. Érdekes, ezt már az elején látni lehet, hogy vesztes-nyertes csata, hogy merre megy a csapat. Részben. Meg a hópelyek számából lehet tudni, meg a tankokból, meg a játékosok reakciójából az első pillanatokban lehet tudni, hogy vesztes vagy sem. Sok mindenből lehet tudni. Elég durván. És sokan izélnek, hogy ez a hópely téma, ez nem izé, de szerintem 90%-ban megbízható. Ugye amelyik csapatban több a hópely badge-es, az veszít. Plusz ebbe beletartozik a beta tester, meg a... Hát ha látnék olyat, akkor most mutatnám melyik badge, de az a 13-as, meg a nem tudom, ilyen feketés, ilyen pirosas badge. Ezek mind egyenlő kópályhekkel. Bármennyire is furcsa. Szerintem ilyen 90%-ban működik, meg működött is eddig. Persze volt rá példa, hogy nem. De többször bejön minden. Jobb, mint egy izé. Jobb, mint egy XVM. Szerintem a bunkert találtam el. Ja.
És már. Akkor sisteregjünk mi is. Nyomjuk, hogy na gyerünk, skora, néz ki! De senki nem akar jönni. Nem bántásképpen, csak... Érdekes, meg a legfőbb érdekesség az, hogy a Skoda is átjött ide. Köszönöm, hombre. Húzzá innen a búzsba, kösz, hello. És hol van az object? Elment a s-be. Ott van az. Jaj, én olyan ártatlan object vagyok. Jaj, én oda se nézek. Jaj, engem simán meg lehet lőni. Húzzá már innen a retekbe. Én olyan kis bánatos táj vagyok, gyere nézd ki és lőj meg, kösz. Hogy egy kis aranyos. Ha beltetett, jó volt, tetszett. Segbe lőnek. Jó napot kívánok, object! Ne tessék haragudni, köszönöm szépen. Most lehet, hogy fájni fog. Akkor mindegy. Átütött, nézd már! Kis hunci. Nem tudtam oldalba átütni. Értem, csapattársak, nincsenek jól van. Gyere nekem! Hova ment a lövésem? Mármint... Hova ment a T-44-re tartó lövésem? Jaj, de kis aranyos! Gyere, megsimogatlak! Hol van a csapat egyébként? Jó, sose volt csapat. Ah! Ez annyira izgalmas. Persze, persze, hagyjuk már, kiskancsó.
Persze. Most jó lenne egy robbanó lenne betöltenem. Áááá! Az milliméter lövés. Azért egy kicsit félek. Főleg, hogy az előtt már nincs ott, akkor jó. Tehát simán átjött mögöttem, mert a csapat hagyta. Értem. Tehát nem akarom mondani, hogy... Tehát nem akarom mondani, hogy ezek itt igazából egy grammot nem spotoltak erre, hogy lássuk, hogy jön az NHM. Tehát, ha már itt volt mindenki egész meccs alatt, akkor legalább annyiba bízzon az ember, hogy hátba nem fogja lőni senki. Ne, simán hátba lőttek. Mert ezek olyan szinten leszarják azt, hogy mi van. Ó, Istenem. Szutymákok. Tényleg abba az egybe voltam biztos, hogy segbe nem fognak jönni, mert ezek itt vannak és figyelnek. Tehát, hogy nem tud itt valaki így eljönni, hogy nem látja meg senki. Megtették, megcsinálták. Elérték. Annyira profik voltak, hogy elérték. Úristen, micsoda gameplay van. Látod, carry-znek a hópelyhek. Hát mondjuk úgy nem nehéz carry-zni, hogy itt állsz egész végig egy pozícióba hátul. És lövöd a lof HP-s tankokat. Nem baj, attól függetlenül volt mit lőni, úgyhogy... Végre nem mínuszos kör. El se hiszem. Sikerül? Ó, de ügyes vagy. Micsoda gameplay. Ez igen. Komolyan egyébként, amit észrevettem, hogy mióta megvan a Brotherly Realms a tankra, azóta rosszabb a tank. A Switzet félretéve. Mert ugye rengeteget úgy játszottam még, hogy ez itt húzódott a Brotherly Realms. És ahogy aktív lett egy... Hát pont tegnap a stream elején ugye, hogy szarul ment. Már akkor is mondtam, hogy olyan, mint a pontatlanabb lenne meg ilyenek, pedig minden statisztikában gyakorlatilag ugye jobb lett. És azt veszem észre, hogy pontatlanabb, mint volt. Ó, oda nézzél, mit össze nem lőtt a hópehely. De jó kis hópehely. Oda nézzél. Milyen szépen összepüttyögtetett ott hátul mindent. Milyen ügyes hópehely volt, megdicsérem. Neki megértett abba a bokor bálni egész meccs alatt. Na, jó van, nem baj, ez jó volt. Mármint semmi kiemelkedő, ezt alapból meg lehet lőni ezzel a tankkal, csak az is csoda, hogy olyan szituációban volt az ember.
Szóval, hogy a három hópehely, nálunk meg már van három, meg kettő... Az nem is tudom milyen badge. De négy, ugye erre a badge-re gondoltam, meg még ott egy szuper hópehely. Erre a badge-re gondoltam, hogy ez is kb. Ugyanaz, mint a hópehely. Hát nagyjából legál, de... Nem tudom. Videó kazi. Hogy áll neki a pöcög? Mert itt csak a seggét néztem. Kezdenek gyűlni a izék a GS sorok. Ez a római számos? Pfff, azt nem tudom. De biztos van, aki vágja, majd leírja. Már nem emlékszem rá. Lehet, hogy az ilyen izé pénisz méretet jelöl centibe. Jó, hogy ott lehet előni. Ha. Ne menj, Móni! Ez már nem lesz jó. Azt már csak ott fogom tudni meglőni. Hát, akkor nem. Legszebb, hogy el se látok odáig. Mármint, hogy a csapatársaimat se látom. Felszpatoltak és nem lőttek rám. Még engem jobban zavar, hogy a csapatársaimat se látom, de nincs akkor a rádió hatótávom. Illetve a szú ül itt fönn a konvéj oldalt. Jó napot kívánok, Effi úr! És nem megy hátrébb, srác. Na jó, és nem én spotoltam. Pedig levételek, hogy vissza tudj menni fedezékbe. Ó, hogy a rák hegye ki a lábujjad végét. Valaki lője, mert én spotoltam. Lőjétek meg, Mónik! Ó, hogy te kancsal is vagy. Nehogy kilőd. Ne, egyet hagyd lőjek bele. A helyes. Jó. Siri, hello. Érted, és senki nem lőtt bele a T-34-be. Senki. Én vagyok oson a foson. Támadó jelleggel előrébb osonok. Le se tudta reagálni, olyan gyors voltam. Taktikai osonó mester. Szotyi hely monitorvédőre. Szotyi hely monitorvédő, lesz tuti Saber X.
Aztán Saber X, hello, köszi a cheert, köszi a baszó cheert, hello. Köszi. Szia mindenki. Csókolomsztok. Lőj rám, te disztó. De értitek? Tehát semmi assziszt. Na, azt nem, és azt sem én láttam. Na jó, csalásom. Kérem szépen. Itt csalási történések uralkodnak. Kempacsi, hello, üdv mindenkinek, szevasztok. Ott volt, mi? Micsoda, 370. Mondtam, hogy csalnak. A Skorpion meglőtt valami abból az irányból, igazából azt szeretném megtenni még egyszer, hogy honnan. De lehet, hogy a vézi az finomabb falat. Lőd már ki! Kösz. Az nagyon jó lesz, ott maradj, maradj, könyörgöm, három, gyere, még egy lövés, egy teljes értékű. A kur... Érzéki fájdalom volt. Érzéki fájdalom. Pedig én annyira akartam. Az volt a kárpótlás. Érzéki fájdalom volt. Hú, pedig az még definom lett volna, ha beadja, mármint hogy nem lopják le előlem. Az volt a kérdés, hogy hogy megy. Hát, szarul, de büszkén. 3002 damás volt. Tehát volt blindba ugye a Super Conqueror. Az, hogy ez az átlag. De ha folyamatosan ilyen átlagokat hoznánk, akkor igazából nem lenne gond. Noel, hello! Nem tudom lelopni az utolsó lövéseket. Hát de itt most azért itt nem az volt, hogy valaki próbált lelopni. De akkor is egy undi volt. Mármint, hogy... Az rám várt. Az AX. De nem baj, mert a büntiből az artit leloptam. Már jó lett volna, mind a kettőt lelopom. Olyan gyors a time, látjátok, még az izé levegő is szikrázik körülötte a skinjén. Egyszerűen fenomenálisan gyors. Bazd meg, tehát most vagy előre, vagy hátra. Nézd meg. Nem tudja eldönteni, hogy mit szeretne. Az ombra pajtás. Hátod? Megértem, hátod.
Maradjunk annyiba, hogy az... Tehát... Maradjunk annyiba, hogy az 50 TP kupakját céloztam és T10 lett. De maradhat. Tehát, hogy így... Szia! Jó, mellé ment. Ezt lehet, hogy megpusholnám. Az van, maci szó. Szia! 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 Jössz arra ma! Kábel a rengetegben. Íh, töltsd be, Móni! Áh! Mindegy, ő a csali a Kárnervon. De a renegét nem mer kinézni rá. Muszáj menni. Ombre! Íh, Móni! Nem voltam rá lelkileg felkész. Szülve. No problemo, por favor. No problemo. Jó. Ez a... olyan pattintott, hogy porzott belül. Lövés volt. Ez a... Hapszia! Jó, ennek most nem örülök. Azért nem örülök, mert a csapat nagy része viszont nincs itt már. Én meg folyamatosan spotolva vagyok. Mónikákok elrontották. Ne! Beszopatott! Móni! Én magamnak kúrom el a jókört. Én magamnak kúrom el a jókört. Magamnak kúrom el a jókört. De aranyosan nézte. Jaj, hogy hol a kupak? Jaj. Más mindent lelopnak. Hát ezt magamnak kurtam el most, srácok. Azt a progettót azt teljesen le lehetett volna farmolni. Akarok panaszkodni, de szerintem azt talált a csébe. Jama. A probléma az, hogy kevés a damázs. Nagyon kevés. Talán még ha most volt egy lövés, az is kevés. Azt én spotoltam. Én kérem belőle az asszisztot. Gyerünk! Assist! Balfaszok még ahhoz is, hogy ellőjék. Fordulok. És az E50 is eljött innen. Oh! Érted, az E50 innen lövöld, ezért gondoltam, hogy ott marad. Nem maradt ott. Há? Simán meglennénk egyébként. Lenne mit sebezni, de már nem fogok odaérni. Semmire. Most elszomorodtam. Abból se kapok semmit. Én spotot persze kapok, ugye?
kár volt visszajönnöm. Azért akartam középre jönni, hogy az E50-et spotoljam meg a VT-t. Erre a VT ebbe a sarokba volt, az E50 meg visszament oda. Szóval, hogy a Progettóba lövök kettőt, akkor most teljesen jók lennénk. Azt, hogy nulla assziszton van, tök jó. Úgyhogy az objectet én spotoltam föl. Ú, de jó lesz, Móni, gyere, gyere! Még följebb, gyere, Móni! Még ezt is kilőtték előlem. Érted? Ide jött, hogy odaadja magát nekem. Erre mit csinált? Kilőtte. Á. Á, BC. Még bízok az E50-be. Egy full HP-s amórek. Íh, és ott maradt. Ne már! Hagyjatok legalább egy lövést! És nem látom még innen se, nézd meg! Hát ezt nem hiszem el, bazd meg! Mármint, hogy... Ölje meg mind a kettőt! 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 Az a baj, megy a T-44 is. Áááá! Jó, mindegy, ezt magamnak kurtam el a Progettónál. Konkrétan. Fene vigye el. Fene vigye el. Mondom, ezeket a lövéseket egyébként, ami a Progettónál volt, ja, a másodikat én lőttem abszolút mellé, de gyakorlatilag ezeket a lövéseket Brandon Irams előtt ellőtte a tank. Most semmi nem történt. És még Blind Bob még az a lövésre ment a csére. Hát ez nagyon szomorú. Ez kurva jó kör lett volna. Mármint meg lett volna az alap, de így nem lett meg az alap. Szomorúság. Next. Szóval mondom, olyan, mint a Brother in Arms-szal szarabb lenne a tank. Ami valószínűleg beképzelés, meg RNG... probléma inkább, de na, értitek a lényeget. Oh. Legjobb pálya. És csak egy arti van. Na mindegy, az előző kör az rajtam ment a... Tehát ott fix lövéseket... Két lövésre mondom azt, hogy fixen miattam nem talált. De az a két lövés talál, akkor viszont... Nem lett volna ezzel probléma. És meglőttük volna azt, ami kellett volna. Illetve ami még probléma volt, hogy rengeteg ideig beragadtam a városnak a... A végén, nekünk nézve a végén ugye, ott a Renegade és T-10 és társaival ugye, mert hirtelen eltűntek mellőlem a csapattársak, főleg akik mögöttem voltak, és így ugye nem volt opcionális az átmenetel, mert a dombról meg ugye tartottak. Az E50 és társai és simán oldalba lövöldöztek volna, szóval, ja. Nem volt a legjobb szitu. Ott sok időt elvesztegettem. Na, oda nézd, még assziszt is van. Én vagyok a legjobb spotter. Egyébként a type az viccen kívül egyébként nagyon jól tud spotolni. Sok szituációban. Azzal ugye, hogy azért nehezen lövik át sokszor. Nem mindig, de sokszor igen.
Hát ott 49-50 sportmester vagyok. A lájtok köpni nyelni nem tudnak, olyan jó vagyok. Azt mondják, hogy minek spotoljak, hát itt van a Time-Pő spotol mindenkinek is. Legjobb spotter, EU. Jó, azért álljon már meg a menet, tehát hogy így ott állnak, hello. Tudom én, oda jelölök, köszönöm játék, és így nem látunk belőlük semmit. Egy Kaliba ott van. Ők se akarnak előrébb menni. Jó. Egyébként nagyjából ugye ott ülnek fönn. Legalább egy ember ott van még. Hát jó. Probléma ezzel az, hogy amíg a dombon lévők nem akarnak előré menni, addig ez így rip. Ugye hátulról spotolnak egyértelmű. De ott össze fog omlani a csapat. Próbálom nekik mutatni, hogy hello, ha nem mentek előrébb, meg fogunk dögleni. Nem, oké. Okay. Leopárd erre lejön. Ezt a házat már rég le kellett volna rombolni, ugye? Pontosan ezért szoktam mindig szétlőni. Én előbb kapok spotot. Light miatt fönt. Fönt, hát ott. A leopárd is lement oda, de mi a búbánatnak? Rossz tövés. Hát ez szomorú. Szarrá lehetne lőni magát az embernek. Konkrétan. Próbál megjelölni, hogy valaki lője már szét ezt a szart. Nem, oké. Okay. Elvesztettem a HP-mnek a felét, azért, mert konkrétan nem hajlandók rendesen spotolni. Ez a srác szokott spotolni szerintem, meg a másik oldalra. Ez szinte biztos. Leopárd is lement inkább oda lentre, mint hogy spotoljam. Mondom, sokkal pontosabb volt ez az ágyú Brother in Arms előtt. Ami nekem tényleg nagyon furcsa, de az ilyen lövéseket egyébként a picit elkezdte szűkülni és simán előtte. Még ekkor a távolságból is. Simán átvitt. Hát ez van. Jó. Szóval amíg a két darab emberkört nem hajlandó spotolni, igazából annyit is mutathatunk nekik, hogy mehettek gyakorlatilag fürödni, és annyi hasznotok van ott. Jó. Mindegy, ezt így el is kúrtuk. Ezt a meccset. Bár, hogy őszinte legyek, tehát nézzétek meg, nincs időm megmozdulni, mert spotot kapok hátulról. Gyakorlatilag a legfontosabb pozíció a dombra mentek, hogy beérjetek ide. Ezek meg se próbálták konkrétan ezt. Se a leopárd, se senki. A leopárd is inkább foglal.
Szépen a leopárd az minket széjjel farmol. Jól teszi amúgy. Csak lövés után spotolódik. Nem, mert nem bírok följebb menni, ugye? Azonnal kapnék egy spotot. Nagyjából innen kéne tudni előni, ugye a magasságból egy picit, hogy jobban kilátszódjon a tornya. De ha még a leopárdért nem fogunk tudni semmit csinálni. De betöltök, addigra visszamegy. Jó, no problémó, megvárjuk. Találjál. Type, nagyon csalódok benned most. Az egyik legkellemesebb heavy ágyú egyébként ez, de valahogy most nem akar működni. Mondom ezt úgy, hogy eddig egy panaszom nem volt rá soha. Konkrétan. Semmi panaszom nem volt rá. Tegnap meglett rá a Bradolinám, és onnantól kezdve mellé lövöldözik. Nem lesz spot. Skorpion az nem fog megmozdulni, 5-3 tépen majd nem fogja meglátni szerintem. A vicc az, hogy emiatt nem tudok kinézni ide se. Mert azonnal oldalba lő. A srác. Ha a leopárd meghal, akkor lehet kinézegetni. Akkor lehetne például a VK-t lőni. Itt ahogy kinézek, kapok egy spotot és rip. Helyette most a Skorpió is lejött. Skorpió fogta is. Ő eljön onnan. Szerintem nem tudok mit csinálni, nem tudok addig kinézni oda lőni, amíg ugye a Defender miatt sem, meg ahogy kapok egy spotot, oldalba fog lőni a leopárd. Most csinálhatnám azt, hogy jó, akkor elmegyek arra és akkor végigmenni, és semmi értelme nincs. Szerintem. Annak se. Van egy olyan sonda gyanúm, hogy most már elkezdett fönt tevékenykedni a leopárd. Ha van esze, mert a Defender, vagy a mi a Defender, 53 TP-t lövik. Aha, ennyi volt. Hello. Ott van fönn.
Legközelebb én fogok type alatt dombra menni és spotolni. Esküszöm. De ezek, amit ott leműveltek, az nulla. Kb. Ha fél meccs abból fog állni, akkor is én fogok fölmenni spotolni. Mert egy vicc. Megmutatom nekik, hogy kem, de tolatva fogok spotolni. De tolatva fogok menni a tájpal és úgy spotolok. Az fix. Nem jöttek föl idáig. Az propagánja. Torony oldal, fú, zöld. Lepattam. Hogy, tehát az alvász közepére célzok, hogy megy ez gyakorlatilag át a láncra? Na jó. Hagyjuk már ezt. És közben már a izéről támadnak, bázisunkról. Ó, anyám. Ja, hogy 3-9. Jó, én kérek elnézést, hogy 3 heavyvel eljöttünk ide a városba, és a többiek megdöglöttek. Super Conqueror, a nagy izé Captain az elején, hogy ide menjünk, oda menjünk, ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Az döglött meg legelőször, fogadjunk. Na, hát gyakorlatilag ilyen 1500 damage-nél kéne, hogy járjunk helyett. Van egy kemény lövésünk. Méghozzá szimplán azért, mert a tank úgy döntött, hogy nem odalő, illetve tankokat oldalba, ahol gyakorlatilag mindenki átlő mindent is,
se tud átlőni. Semmit. Csak hogy a T-95 érezze a törődést. Ez mind azért volt. Nézzek, hogy védi. Nézzek, hogy védi! Jaj, de aranyos, ti szerelmes pár vagytok. Ugye? Vagy nem? Nem. Ó, de romantikus. Láttad az AX, hogy védte a kis pajtást? Gyakorlatilag majdnem belebújt a házba, annyira befosott a lisz. A kis szerelme meg hogy védte. Aj, de aranyosak voltak. Ladakink, hello. Milyen kis cukik voltak. Le is lássam a végeredményt. Tier 10-ben játszottunk, csak szólok. Most megyünk a dombra. Jobb ötletem nincs. Perpil. Már látnak? Szuper. Az robbant. Mi látjaink semmit nem látnak. Vágod? Semmit az ég egyet a világom. Vicc. De ugye, hogy ott áll a light? Pont nem ott, ahol jelöltem, de hogy ott áll a light. Most bezzeg nem támad ki. Óriási a harc. Fantasztikus küzdelmek. Lélegzetállító. Dolgok vannak. Tockos pöccintő. Megmozdulások történnek itt. Na jó. Hát akkor közlekedjünk tovább. Eskü, még föl fogok érni a dombra ma. Már nem biztos.
Lehet, hogy a domb alján maradok. De egyelőre úgy látom, hogy mi toljuk őket lesz szóval. Ebből még akár valami is lehet. Nem tudom, hogy megérje fölmenni egyáltalán, mert nem biztos. Nem olyan világban élünk, hogy ez beadja. Pedig ott van egyébként, nagyon jól látszódik az alváza, innen. Tehát ha megnézitek, azért... Hát... Szó-szó. Látjátok, ez a type, és ez eddig így működött folyamatosan, kb. Ilyen apró kis részleteket is képes volt előni, mert nem annyira szar ez az ágyú, mint az ember gondolna, meg nem annyira pontatlan. Az, de nem, tehát hogy ahhoz képest nem olyan vészes. Próbálom, hogy az EBR-t kérni, hogy spotoljon. De úgy látom, egyelőre nem fog semmit spotolni. És tolják vissza a mieinket. Ez gond. Mutatni kell magunkat majd. Ő meg simán át, hogy gondoltam, és látjátok, sima lőszerre. Nem golddal, nem izzé, sima lőszer. T95-ünk hogy lehet egy HP-s dombon, OP pozícióba? Bajom. Vajon most vette? Jó vétel volt. Nem volt sok pénz. Én OP pozícióba, bazd meg. Mondom. Semmi páncélzat. És látjátok, nem kell gold. Tehát most gold nélkül simán beütik a páncélzatát. Páncélzatát? Hát nincs páncélzatát annak. Ezt már megbeszéltük. Kisebb tírbe van páncélzat. Akkor működik. Simán átüt. Szóval ezt mondom, hogy simán átüt mindenki, röhögve. És egyik se goldozott. Tehát kellő 250 fölötti átütéssel simán átüttek. És tényleg az a baj ezzel a tankkal, hogy nem az, hogy, izé, hogy van egy kupak gyenge pont, meg mondjuk a két, tehát a kémlelő meg a géppuska fészek, és akkor így ennyi, nem, ott az alja gyenge pont, ott van a két izé gyenge pont, hogyha Sinescreeper ez az oldala gyenge pont, torony oldala gyenge pont, kupak gyenge pont, tehát gyakorlatilag, ha valamiére nem látsz rá, van három másik hely, ahol be tudod ütni. És ez a probléma, hogy meg se kell erőltetned magad, simán átütik a lövegpajzsot meg mindent, tehát egy szimplán akkora nerfet kapott, tehát hogyha legalább ezek nem lennének így gyenge pontok, csak a kupak, illetve szemből csak ez lenne a gyenge pont, az alja annyira nem. Meg a széle, hát az mondjuk még az is marad, még akkor is jobb lenne a szituáció. Ugye jelenleg itt az van. Rád látnak, épp. Tényleg csak kisebb tír, aki esetlegesen lepattogzik rólad, meg messziről. Igazából ennyi.
Tehát értem én, hogy úgy se lehetett hagyni, ahogy volt régen, mert túl jó volt a páncizata. De... De azért a ló másik oldalára se szabad átesni, hogy túlságosan gyenge. Mert jelenleg szerintem túlságosan gyenge. A Type 5-ről ne is beszéljünk. Szimplán túl gyenge. De nem elég, hogy az ágyúját kiherélték, ugye? Plusz még ugye, hogy nem elég, hogy a robbanós részét ugye kiherélték, de kapott azóta ugye egy robbanó nerfet az egész játék. Ehelyett még a páncizat is egy nagyon gyenge eresztés. Így nehéz vele úgy játszani, hogy kéne ezzel a type-val, hogy nem tudsz bízni a páncizatba semmilyen formába. Ha te vagy top tier és 8-as, 7-esek vannak, akkor bátran mehetsz, mert akkor tud pattintani, de ha kicsit is olyan tankok vannak veled szembe, látjátok, igazából probléma nélkül kupakot ellőnek, mindent ellőnek. És tényleg gold nélkül, tehát ott van például a Leopardnak az alapátedése simán akkor, hogy simán átüt bárhol. Super Conquerorói és minden, bőven elég volt ahhoz, hogy átüsse. Szomorú, de sajnos így van. Picit a gyenge pontokból kéne visszavenni. Tehát, hogy nem kéne rá ennyi gyenge pont szemből. Azt szerintem túl sok. És akkor arról ne is beszélünk, hogy mi van, ha valaki elkezd rá goldozni full golddal, akkor meg aztán mint kés a vajon mindenhol így beütik. Gyakorlatilag free frag. Nem tudsz vele sign-scrape-elni se, mert oldalt belövik a frontját, ugye. Nem tudsz vele, ha igazából a type-al egyenesen kell állni szinte szembe az ellenféllel, akkor meg elmeséltem, hány gyenge pont van rajta. Tehát, hogy igazából válogathatsz. Nem látszik a test? Kit érdekel, tornyát is három helyen be tudod ütni, fixem. Mindenféle gond nélkül. Na most... akkor mennyi a koma? Akkor a forgalom van itt? Hát jó, hát hogyha ilyen jólók hagytak, akkor megyek én is. Én voltam az egyetlen, aki nem ütött át az alvázát. Úgyhogy fixen a közepét céloztam fel. Megérte előrébb menni a Kleiselekkel. Miért nem látszódsz ki? Oszlop miatt nem látszódik ki, de érdekes, hogy a széle nem látszódik ki. Nem. Mi a fasznak? Na látjátok, ezért nem mentünk előre. Én tudtam, hogy ez lesz. Két jó lóvágén az megrippelődik. Pranyanya bandita. Egyszer szárom, nem tudom, hogy él. Sőt, beüt, basszak.
Ja, hogy még így is rámlátsz. Értem, másztak bele a házba, bazd meg. Ez hihetetlen, hogy még így is rámlátott a csávó. Hát nézzétek meg, hogy mennyire föltoltam a tankot. Tehát, hogy így max a seggére látott rá és beütötte. Itt hátul. Mutatnám csak. A felirat kitakarja, valahol itt beütött, ugye az még kilógott. De ebbe a szögbe azért az érdekes. És előre jöttek a semmiből a srácok. Hát ez lehetett volna jobb is. A GS sor, ha nem tárasz ki, ugye? Csak hát a GS sorral is, hogyha itt találkozol szembe az általában fogold, az meg ellen ugye nem lehet nagyon mit tenni. Azból ugye egy lövések hiányoznak ilyenkor. Type-al meg folyamatosan esek vissza, sőt a Type még mindig csatában van, óriási küzdelmek vannak. Mindegy, akkor várunk egy picit, hát aki jön. Hát aki jön, a bejön. Vagy addig menjünk valami mást. Az a baj, nem érzem, hogy... hogy mivel kéne menni. Mert ezzel a kettővel... vagy ezek azért vannak előben, mert ugye ezzel is akarok majd... gammárkozni. Ugye egyelőre egy nagyon más nem volt betervezve. Még a tigris van még ugye sajna félbehagyva. De nem érzem magamban most a tigris időt. Majd meddig kempelnek? Hát eddig megyek egy 6-os VK-t, az gyorsan lemegy az a csata. És akkor utána visszamegyünk a Type-ra. Mert a VKB a Bence, te elvileg nem vagy itt, nem? Ez a Bence, ez olyan furcsa. Egyszer itt van, egyszer nem. Nem is. Hát előbb azt mondtad, hogy nem vagy itt. Na és most, hogy bejöttünk a meccsre, nem láttam, mi történt, csak hallottam, döntetlen volt. Természetesen vége lett az egyik meccsnek, úgyhogy hát ez most akkor gyors kör lesz. Ami nem fog meghalni, csak... mármint lehet, hogy meg fog halni, csak nem direktben. Mert a lényeget értitek. Ez most csak egy ilyen móka kör. Na most miattad kaptam a sebzést, te. Semmi közi, semmi izé. Se puszi, se pá. Lepattantam. Hogy fut utánam? A kis csuri csavi.
Ó, te is itt vagy, Jackson. Túlélte! Túlélte, pedig hozzáértem. Milyen kis kancsó? Túlélő kancsó. Az engem néz. Zett. Egy HP-s. Nyémá! Oh! Nem ment rá az automata célzás. Nem direkt volt, véletlen. Ezért ment a szélére a lövés. A kurva anyját. A nézésemmel ölök, láttátok? Jajjaj! Nem gondoltam volna, hogy a Jocika is visszafordul, de visszafordul. Oda néz, annyi matricája van, bazd meg. Kiszúrja a szemed. Vajon ő? Á, csak nézte jól. Mondtam, hogy gyors lesz. Lehetett volna rosszabb is. Kifagy a játék, vagy nem? Nem, hál' Istennek, jól van. Vagyis hát még nem döntött el. Na, most jó. Az várható volt. Na, már megyünk is vissza nagyobb térbe, nem kell megijedni. Minden a legnagyobb rendben. Gyakorlatilag csak vesszük a százalékokat. Profi százalékvesztők vagyunk. Pedig ma annyira nem szar a játék, mint tegnap volt. Viszont ez egy jó kör lehet. Természetesen a beérünk pozícióba. Már elég veszélyes tankok vannak ellenfélként. Csabus, hello, hello, üdv. Köszi a bíztatást, hát egyelőre ma... Ma nem haladunk előrefele. Mondom úgy, hogy tegnap 90%-on voltunk már, szóval inkább visszafele haladunk, de én igyekszek. De azt viszont megtanultam most megint egy darabig, nem szabad hétvégén gammárkozni. Főleg, ha nincs semmi esemény. Ha esemény van, akkor hétköznap se. Szóval inkább izét kéne farmolni. Holnap biztos már izét fog farmolni kreditet, mert a Manticore-ágról vissza kell vennem egy pár tankot, és kell 5 millió kredit. Még, mert a Manticore-t már megvettem. Free frag. De jó! Móni, ég le, jó? Köszelő. Ah, 777 otthon, az nem jó. Majdnem leégett. Most így nem tudjon be, miért nem tudom, de ott be tudom ütni. Csak el kéne találni. És ha eltalálnám, akkor egyébként tök jó lenne. Na, ilyen meccskezdés kéne állandóan, és tök jó lenne. Csabus meghozta a szerencsét. A jó kívánsága. De
Nekem az a 777 miért nem működik? Az egy akkora kalapszartank. Jó, persze értem én, hogy kupakját próbálom ellőni. De... amúgy azt, hogy be is lehetne ütni. Most óriási taktikában leszek, figyelj! Ez az óriási taktika. És elment innen az object? Na hát ennyit a taktikáról. Mondottam, hogy bejövök ide és a 277-et eltolom, de a face nem tudom minek ment előre. Teljesen felesleges volt. Elakadtam. Móni! Á, kurva, és megint izé. Ez az állandó amorek, ez. És itt maradtam egyedül, szóval most meg kell fordulnom. Jó, nincs csapat, szóval ezt már itt passzhatom is. De rossz lövés volt, Móni! Nincs segítségem. Nem találja el a kupakot. Tökéletesen működött volna a taktika, az a kibaszott face van nem megy át. Minek? Minek ment át? Azt nem fogom megérteni soha a büdös életbe. Átment meghalni konkrétan, meg nem tudom ki volt itt még, de az is eltűnt valahova. Minek ment át a face van? Ha itt marad a face van, simán le tudjuk tartani. Ebből az irányból, meg abból az irányból. Erre a face van átment, megdöglött, és gyakorlatilag négy tankkal szembe kellett volna egy bármit produkálni. De mindegy, itt életképtelen az egész banda, úgyhogy... igazából nem feltétlen ezen múlt. Az utolsó lövés, meg nem tudom miért nem talált el a kupakot, de... az előtte lévő meg, hogy miért nem ütött át az alvázat, de mindegy. A lényeg, hogy itt full HP-n a srácok nagyon jól el vannak. Ezeknek kellett volna segíteni. Helyette itt tosonnak. Beállnak szépen foglalni. Eddig tartott a szerencsehozásod? Nem, most ahhoz képest... ahhoz képest nem volt annyira szar, bár erre növekedik az igen már 2005-re. Ez még 2006 sincs kombinálva és növekedett, furcsa, na mindegy. De a lényeg az, hogy ettől függetlenül nem volt szarkör, csak ezt meg lehetett volna nyerni. Szerintem ezt a kört. Meg a várost is. A hópej fészen nem tolja előre. De sajnos előre tolta. Tehát még befoglalni se tudnak. Profik. Még befoglalni se tudtak.
Na mindegy. Ez derék volt. De konkrétan, amikor én átjöttem, már akkor fönt voltak a sarokban a srácok, ezek. Az emberek, konkrétan. És ennyi idő alatt nem voltak képesek áttolni, vagy befoglalni, vagy bármi egyém. Nem baj. Mindegy. Azért még egy lövés sajnáltam, azt még beadhatta volna. Itt a végén. De ezek gyenge körök, attól függetlenül, hogy pluszba jövünk ki. K91-nek GG, ő tolta, ő volt legelőször a sarokba. Csak a többiek nem szupportáltak, hát a többiek itt velem meg... Tehát face van is, nem tudom minek ment át, tényleg nem kellett volna átmenni. Na mindegy. Tudunk kell lépni rajta, aztán kövi meccsbe számolgatni a hópályákat. Na. Ez se rossz tír, nem szándékozok átmenni, de pedig kéne. De valahogy, hát nem tudom, menjünk át. Valahogy nem érzem, túl sok idő elmegy vele. Kránvágen elment a másik, most ne basszatok föl. Ne basszatok föl, hogy a kránvágen elment a másik irányba. Beszarok bazd meg ezeket a balfaszokat. Nem akartok jönni? Nem? Nem akarnak jönni. Sikerül megölni? Nem, nem sikerül megölni. Itt áll a kránvágen, kimegyek rá, meglövöm, megfordul az objekt, ez azért hülye, elkezd utána menni ahelyett, hogy megfordulna és itt várna. Most ilyenkor szerintetek mi a búbánatos lófasz csinálják? Tehát, hogy... Ki az a hülye bazd meg, aki elmegy utána ahelyett, hogy visszafordulna, mert látja, hogy rám jön. Persze, és én forogjam le az objektet. Vágod? Én forogjam le az objektet. Tököm tele van. Az ilyenekkel. Esküszöm. Aki miatt elbukod a HP-d nagy részét.
Nem látom a TS-t, hogy eltaláltam volna, és nem, ahogy elnézem, nem találtam el. Ugye milyen vicces? 290-re nem bírom az alját átütni, mert ugye nem ott találja el, ahol kéne. Jó, ez a type, ez így ennyi lesz ma, szerintem, mert tényleg csak vesztem a százalékokat kb. Célzom ezért a láncot, fölül találja. Oda céloztam, oda lőtt a tank. Jó. Ezt el kell engedni, ebből lófasz nem lesz. Sajnos, meg kell próbálni a jackpanzert láncolni. Az is mellé megy. Azt hitte ülő. Azt hitte, hogy a jackpanzer lőtte el magát. A koncept. És muszáj vagyok sebezni. De természetesen a jackpanzer az ki fog rám nézni, mindenféle gond nélkül át is fog ütni. Mert a többiek azok meg sem mozdulnak. Na jó, ezt már el fogom engedni ezt a tankot, mert öten nézik, hogy a jackpanzer elszáz rám jön. Senki nem próbálja meg láncolni, senki nem próbál semmit csinálni. Istenem. Na hát ez a mai, meg főleg a tegnapi nap összefoglalója is egyébként a Type-al, hogy így ennyire nem. A csapattársak azok teljesen nincsenek képbe. Tehát mikor kéne segíteni, akkor... Tehát hármat belém tud lőni egy tank úgy, hogy ketten ott állnak még mellettem, és nézik. És érted, ha ki is takarom, mit csinál? Vár, hogy mikor látszódik, ahelyett, hogy jönne közelebb, és mondjuk benézne mögöttem, vagy valami. Szóval értitek, egy kicsit így aktivizálták volna magukat, meg körbe mennek. Olyan buta emberek vannak ilyenkor hétvégén. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Type-ot azt lehet, hogy ma elengedem, mert tényleg csak megyek visszafele vele. Tehát most már lássan ott tartok, ahol elkezdtem. Az egész set, mit tudom én, 3-4 napja. A hétvégén nem éri meg Gammarkoz, ez is egyébként lejjebb van, mert 79%-on voltam, és most 77, szóval ezzel is lejjebb megy. Hogy nem éri meg ilyenkor kockáztatni. Az a Gammarkozással legalábbis szerintem, vagy legalábbis most. Nem éri meg. Senki nem jött át. Próbálom jelezni még, hogy valaki egy ember átjöhetne. De nem fog. És ezek többen indulnak meg, akkor szopó lesz. Simán átjöhetnének egyébként, ha akarnának. Halnak meg az emberek.
Koldos. Jé, és most hirtelen lett csapatom. Azt a kutya mindenit neki. És itt most mit akarsz, T-10? Hárba fognak jönni. Természetesen. Természetesen ennyi volt a csapat. Nem tudom. Az a baj, megint azt érzem, hogy elkezdtek följönni a hópályhek. Ha mondjuk 111-ezden vagyunk fenn, akkor nem csodálom. Pff, 87,49. Nem tudom. Félek, hogy ez csak sokkal lejjebb megy. Na jó. Hát nem lesz egyszerű. Pedig nagyon hasonló a két csapat. Én leszek az utolsó, aki ott átmegy. Én fogok kiszpotolódni, és engem fognak ellőni. És mindenki erre jött a csapattal. Ilyet nem láttam már vagy egy éve. Hogy mindenki erre jön. De komolyan. Tehát ilyet én nem láttam már egy éve, hogy ennyien állunk itt. Természetesen mire odaérek már nem lesz mit lőni. Csak azért egyébként. Komolyan mondom, tehát előbb láttam olyat, hogy mindenki erre megy. Meg hogy hátul marad, mint hogy, hogy bárki erre jöjjön ilyen számba.
Mögöttem még mindig nem jön senki. Mozogjatok már, könyörgöm, hát nézzek. Fele visszafordult, bazd meg. Hétszáz ötvenet sebeztem. Az jó nagy. Gondoltam, hogy a morek. Nem hiszem el, hogy nem lehet eltalálni, bazd meg! Nem hiszem el, hogy nem lehet eltalálni. Ilyen nincs, esküszöm. Oda célzok, bazd meg, elővöm magam és nem találja el, bazd meg, 2 centiről. Aj, komolyan mondom. Agyránkot kapok. És megint mit csinálnak? Tolatnak, meg itt hagynak. De ne menjetek már el, bazd meg. Elő. És itt hagytak egyedül, bazd meg, megdöbleni. Ne. Kis lépek a fazba. Sem értelme, bazd meg. Itt hagyott az összes balfasz, bazd meg, megdöbleni. Itt hagytak megdöbleni. Följöttem ideig, és az egész csapat megfordult, bazd meg. Az egész csapat megfordult. Na, jó. Erről ennyit. Tehát egész csapatot hagyott a picsába. Ezt mondom, hogy ilyenkor nem tudsz mit csinálni. Konkrétan egy tájpa, bazd meg, áttolod, és a csapatot hagy a picsába. Old meg. Már a tájpot el tudtam pihenni. Nincs értelme. Tehát, hogy... Minek? Tehát ilyen körökre nincs értelme játszani a tankkal. Érted? Ott voltunk, az, konkrétan az egész csapat ott volt. Erre mit csinál? Fölérünk a szikláig, baszki, ott van 2 tank, megáll, és gyakorlatilag az összes tank fogja, megfordul és elmegy a másik irányba. Senki nem maradt ott szupportálni, senki. Még a leopárd is, aki ott volt, az se lőtt semmit, konkrétan. Így én mit csináljak? Tolassak vissza? Mert ilyenkor az szokott lenni, hogy vonulj vissza. Hova? Egy tájpal? Na ez... És akkor ilyenkor mondjátok azt, vagy mondják sokan azt, hogy hát ez nem egy csapatjáték. Én értem, hogy nem egy csapatjáték, de ilyenkor mit csinálsz? Most, hogy őszinte legyek, mit csinálsz ilyenkor? Mikor annyi lett volna a csapat dolga, baznak, hogy előre érek a szikláig, jönnek utánam, és rájuk megyünk egyszerre, meghal mind a kettő, és megyünk tovább. Helyett ott hagynak a szarba, ilyenkor mi más csinálsz? Megfordulsz? Nem tudsz megfordulni, te vagy egyedül. Ilyenkor mit csinálsz? Semmit. Ott maradsz, szopod a brét. Nem tudsz mit csinálni. Semmi értelme az ég egyet a világon így gammárkozni. De ezért mondom, hogy ez nem oké, hogy nem egy csapatjáték, de az egész csapat itt van. Még azt se lehet azt mondani, hogy szarhelyre mentem, mert az egész csapat itt volt, és téged ott hagynak a faszba. Akkor mit csinálsz egy lassú tankkal? Semmit. Az ég egyet a világon nem tudsz semmit csinálni. Na és ilyenkor van probléma. Mert ez nagyon jó, hogy ők kerülnek, meg flankelnek, mind a 15 darab tank, 14 rajtam kívül, de hogy így egyszerűen nem tudsz mit csinálni, nem tudsz te is visszafordulni, nem tudsz semmit csinálni.
ott hagynak a szarba. Nekik jó körük van, meg ők ezzel nem foglalkoznak, téged meg ott hagynak a szarba és lefarmolnak ketten. Szimplán azért, mert ott hagytak. Simán le lehetett volna őket tolni. Simán. Simán. Ehelyett elmentek körbe. Ezzel nem lett volna gond, ha nem mind a 14 tank megy vissza, hanem csak mondjuk a fele, és ott marad még egy 3-4 tank velem, akkor simán áttoltuk volna. Ehelyett ott lettem hagyva egy olyan leopárdal, aki nem lőtt. Meg nem volt hajlandó áldozni a HP-jából se. Úgyhogy... És akkor ilyenek miatt bukod el a session-t igazából, amit tolsz, amit próbálkozol. Ha sikerül egy-két jó kör, akkor visszaesel ilyenek miatt, mert leszarják, hogy te mit csinálsz. Ami jogos, mert nem is azt akarom, hogy miattam játszanak, csak... És ilyenkor kanyarodok vissza az elejére, amit beszéltem, hogy... Bármennyire is furcsa, ez még mindig egy csapatjáték lenne. És ilyenkor, mikor kibasszol másokkal, akkor azt éred el, hogy legközelebb ez az illető a kutyának nem fog segíteni. És ő nem segít valakinek, akkor az se, és ezért lett a World of Tanks ilyen. Emlékezzetek vissza 2013-14-15 környékére, hogy milyen volt a csapat. Konkrétan beálltak elét, hogy fölfogjanak sebzést, amíg megjavítod a láncod. Meg ha lassú tankkal voltál, toltak. Meg hasonlók, hogy ilyen csapatjáték volt még akkor. Jelenleg milyen csapatjáték van. Ez a probléma. Ezek a dolgok juttatták oda a játékot, hogy ilyenek az emberek benne, hogy leszarják a másikat, mert az egyéni teljesítmény számít csak. Hogy mindenki meglője a sajátját, ami kell, azt csókolom. Beszítünk, kit érdekel. Nem érdekel senkit semmi. Csak a saját egyéni preferenciája. És ezért tartunk itt, ahol tartunk a World of Tanks-nál, sajnos. És értem én, hogy ez önző dolog, én nem azt akarom, hogy állandóan engem segítsenek. A csapatot. Segítség. Semmi több nem kéne. Nem tudom. Tornwagenék nem mentek följebb oldalt, ugye? Dombra nincs spot. Spotterünk ott a semmibe áll. Tészen származ fixen ott áll. Egyedül meg. És a T-103 is meg. Érdekes mód egyébként most mindenki átüti a tankot. Egy olyan tankot, amit amúgy nem szoktak átütni. Főleg nem top tierként, és most mindenki átüt.
minden formába. Leesik mindről a spot. Nem ütött át a páncél. Jön a klikkel. Mindegy, miért tírbe játszunk, srácok, látjátok egyébként, hogy nulla, azaz nulla értékű a csapat. Sajnos. A Centurion is meghalt full HP-ról. Valószínűleg segbe fognak előbb jönni. Értem. Thornwagen meg ott áll, és semmit nem látott ebből. Sőt, a Thornwagenék ott álltak már igazából, és soha semmit nem láttak meg. Szóval ezt látja, tehát bármilyen tírbe mehetünk, most már ez lesz ma. Sajnos. Sajnos ez lesz ma. Szomorú. Szomorú szamuráj.
Nem hagy elkanyarodni a gyerek. Most már fixen ki fognak spotolni. Hát akarok itt menni. Ez sem, miért nem kanyarodsz? Álljál oda, kit érdekel csak. Gyertek előre többiek, baszki. Defender meg mögén bújik, vágod? A Scorpion az probléma lett. Az a baj, azt a srácot nem látom sehogy se ebből a poziból. Mellé lőtt a tank, fasza. Ezek még mindig nem tudtak itt ketten átmenni, bazd meg. Ó, Istenem, de elegem van az ilyenekből. Elvonom direkt a izét, a Scorpion figyelmét, meg ilyenek is továbbra se tudtak átmenni. Érdekes, hogy más rálátott az ilyesre folyamatosan. Itt sem mentünk még át, nem is értem, mi történik. Ez is benne áll, bazd meg itt a izébe. Most be ezek tolakodik az összes.
mint a nem volna holnap. Eddig lehetett volna tolakodni, nem? Nem, srácok? Eddig tolakodhatott volna az összes, hogy megölje. Mindenki ott állt és nézte. Szánalmas. Szánalmas, hogy nekem kell állandóan megindulni. Már rég megindulhattak volna a vézre, utána meg ott toltak, hogy menjél ma, menjél ma. Kész. Egy vicc. Bezzeg, full HP, nem volt egyiknek se annyi mersz, hogy elinduljon időbe. A free fragre megment az összes. Hát, kevés a damás. És belelőttem a falba, ő el fog találni gond nélkül. Ilyenkor bezzeg az összes rohan. Igen, a kezdő pozíciót nem veszem fel, akkor ez most másképp alakult volna ez a meccs szerintem. Hogy agresszívan előre mentem. Már láttam, hogy nincs ott még senki. ISR-on VK mind alul megy. Nem is értem megint ezeket a dolgokat. Itt két tank, ez kéne, hogy ide jöjjön, de hát... Úgy látszik, hogy ők gondolják, hogy ott lent többet tesznek hozzá. És leesett mindenről a spot. Jaj, de jó. Nettó, hogy könyörgöm.
Hát, a szög az jó. Nem vagyok, nem vagyok képes eltalálni. Az IS-3 meghalt már itt. Végig spoton voltam, az kemény. Margani, halló! És előnek, bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, hogy még itt is előnek, bazd meg. Fönnáll a VK dombom. Egyszerre fogunk betölteni. Ez probléma, már beszorultam. Ja, hogy ő előbb ennyivel betölt? Az igen. Az igen, bazd meg. Később lőtte el magát és ennyivel hamarabb betöltött. Nice. GG. GG. De jó, hogy a Defender meg ezek hagyták igazából. Na, hát szerintem megyek még egy kört, ha az is ilyen szar, de az akkor én már abba hagyom, mert igazából azt mondtam, hogy ma jobb, mint tegnap volt, de hazudtam. Egyáltalán nem jobb. Semmivel se jobb. A mai nap a játék semmivel se jobb. Sőt. Most gyakorlatilag így 5 óra után? Hát inkább 4 óra után. Olyan szinten megnőtt a játékos szám, és olyan gyatra játékosok jöttek föl, hogy borzasztó. Tehát borzalmas a játékos bázis jelenleg a játékban. Jó ét, hello. Szia, Bence. Jó ét, hello!
Értem, és nem spotolódik ki, csak lövés után. És én lepattantam, igen, persze, hát ez... Tehát ott úgy ki tud nézni a Lynx, hogy nem spotolódik, csak lövés után. Úgyhogy ott nincs bokor. Durva mi? És én lepattanok róla. Ugyanott fog kinézni. A ZLC az nagyon hasznos ott. Nem ott nézett ki, fölül nézett ki. Az ELC miért nem csinál valamit azzal a szarral már, bazd meg? És ezek ki tud nézni úgy, hogy csak lövés után látom meg. Hogy? Mármint, hogy... Hogy? Tehát látnom kéne konkrétan, nincs ott bokor. Tehát értem én, hogy kamó meg minden, de ilyen nincs. Ahogy kigurul, meg kéne látnom. Konkrétan. Nézd meg, és csak lövés után. Hát akkor megfordulok én. De ne tolj már! De miért tolsz, bazd meg? Jó, akkor tolj. Akkor meg fogsz dögleni. Leszorom. Mondtam, hogy meg fogsz dögleni. Aztán én is meg fogok dögleni, mert lepattanok golddal. Nem. Keci, nem. Nem, nem segít. Már hátra vannak. Jó, na. Akkor srácok, mára ennyi a móka. Fantasztikus volt, én élveztem egyébként. Ilyenkor a játék mindig gyakorlatilag elintézi azt, hogy megint egy hétig ne játsszak vele legalább, úgyhogy valószínűleg most is ez lesz majd, vagy nem tudom, holnapi naptól lehet, hogy nem mondom 100%-ra, de lehetséges, hogy megpróbálok úgymond egész napos streamet tolni, nem 100%, tehát hogy délelőtt egy stream 10-től 2-ig, azt hiszem, nagyjából, vagy egyik, még nem tudom. És délután pedig 3-tól, tehát lesz egy órás szünet, egy másik stream, és így akkor lehet, hogy lesz VOT is, meg más is. De lehet, hogy most inkább csak más lesz. Egy darabig majd, hogyha megint lesz kedvem, akkor votozunk, de egyelőre most így elment a kedvem a mindentől is, úgyhogy... Úgyhogy mára mindenképp ennyi, srácok, holnap pedig... Mondom, nem 100%, hogy jövő héttől el tudom kezdeni, az a baj, hogy ezt még igazából holnap tudom meg. Úgyhogy lehet, hogy 2-től lesz az, hogy napi 2 stream is akár összejön, ha nem, akkor holnap délután kezdek mindenképp, hogyha nem jön össze, és akkor úgy is mondom, és akkor valószínű, hogy az utána lévő héten, de még nem mondom 100%-ra. Úgyhogy nem tudom.
Az a baj, nem tudom, ezért sem mondtam még ezt eddig 100%-ra. Úgyhogy már ennyi, srácok, tudom, hogy megint egy rövid stream, de igazából nem is nagyon szándékoztam ma streamelni, hanem pihenni gondoltam, de őszintén egyek lehet, hogy jobban is jártam volna, mert ez valami botrányosan szar volt ma. Statisztikailag is nagyon jól látszik konkrétan. Ja, tehát nem sikerült normális köröket menni. Úgyhogy a tájpal is buktam. Nem is tudom, mennyit buktam. Ezt mindjárt megnézem, de szerintem sokat. 87. Rengeteget. Na mindegy, nem tudom. Majd meglátom, hogy lesz még volt. Stream mindenképp lesz a jövő héten is, mondom, még a formája nem tudom, hogy hogyan fog alakulni. Egy biztos, hogy holnap délután 3-tól mindenképp lesz, délelőtt meg szerintem holnap még nem biztos. De holnap majd okosabb leszek, és akkor majd mondom, hogy mi lesz. Lehet, hogy eltolódik egy héttel, meg egyáltalán azt sem tudom, hogy egyáltalán van-e értelme a délelőtti streamnek, hogy menjen lennétek, így váltakozva, vagy volt lenne délelőtt, vagy valami más. Ezt majd megbeszéljük holnap délután szerintem, úgyhogy srácok, megyek, pihenjetek jól, nagyon szépen köszönöm a mai nap is, hogy itt voltatok. Szépbőrésznek a baszó csirtmára, illetve mindenkinek, aki itt volt. Pihenjetek jól, legyen további szép vasárnapotok, és hát holnap találkozunk valamilyen formában mindenképp, úgyhogy többit meg majd délután megbeszéljük szerintem, hogy legyen, meg mint legyen. Úgyhogy még egyszer köszi, srácok, hogy itt voltatok, pihenjetek jól, legyen szép estétek majd, szevasztok!